Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az Unió 184. adását látják. Képzőművészet és hazafiság. A mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogy a művészet és a művészek hozzájárulhatnak-e a magyar társadalom nemzettudatának, egészséges nemzettudatának a helyreállításához és a határokon átívelő nemzetegyesítéshez. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Melóko Miklós szobrászművészt. Hát induljunk ki egy széles körből. Mi a mai magyar értelmiség felelőssége a gulyás kommunizmusban elbújtított népből ismét egészséges nemzet, öntudatos nemzet legyen? Majdnem minden az értelmiségi feladata, de az értelmiségi fogalmát ki kell terjeszteni. Paraszti értelmiség is volt, ezt keresztelte el a Rákosi korszak kuláknak. Igazolhatóan tud egy működő kanász annyi adatot, mint egy valamely nyelvet tanító egyetemi professzor. Könnyedén tudja. 50 malacsal számítva, 10 000 adatot használ rendkívül könnyen. Tehát az értelmiség nem azt jelenti okvetlenül, hogy papírja van róla, hogy nem részletezve elvégezte a gimnáziumot. Hogy végig bukdácsolta-e, vagy jó tanuló, az nem számít, érettségie van. Tehát ezt én teljesen tisztességesen kiterjesztem erre, és így azt mondom, hogy minden felelősség az értelmiségén van. Ez szerint, a felosztás szerint kimaradnak az együgyű fizikai munkások ebből a munkából, de ők a pályakörülmény és ők a cél. Tehát kritizálni őket értelmetlen, mert ha valaki egy másik magyart vagy a magyarságról rosszat mond, az mindössze tiszteletlen. Mert miközben ő mondja, természetesen ő nem birka természetű, valószínűleg nem is magyar, akkor az ördög tudja, hogy ő mi. És nem tudja, hogy a pályakörülmény és a cél az azonos. Ezt nem tudja felfogni. Tehát lényeg az, hogy a felelősség ezáltal egy széles körre terjed ki. Nagyon széles körre. Na most meglehetősen kiirtották, érdekes, amit emlegetnek, a középosztályt. A művelt, önellátó, önálló középosztályt, de kiirtották a parasztságot is. Tehát az értelmiségét szisztematikusan írtották 1948 óta. Képzelem én azért, és állítom vadul, hogy a szovjet fedőnév volt, mert itt orosz-szovjet vagy szovjet-orosz katonatisztek vettek öröklakást Magyarországon. Gyermekeik Angoliában, Németországban, Amerikában tanultak. Szerintem azt képzelték, hogy ők lesznek az értelmiség, s mi élve maradtak, magyarok, a betanított segédmunkás. Hát hál' Istennek erre nem került sor. Hamarabb elgyengültek, szűntek meg ők. De érdekes, hogy ez egy kicsit működik tovább. Ez a fajta fertőzöttség, amit a marxizmus címen kapott a magyar, az működik. Először társadalmi példát mondok, azután képzőművészetit. Akik miépesek voltak ott a faluban, Zsámbékon, ahol lakom, az most majdnem valószínűleg mind jobbikos lett. És ilyeneket szoktak kérdezni tőlem, hogy Miklós bár, mikor lövünk? Kérdezem tőlük, hogy miért vagytok ilyen marxisták? Ők kikérik magunk, na. Marxizmus azt tanította, hogy fordulat, forradalom, csak alulról, az utcáról, vérrel, fegyverrel, könnyel, hull a tetemmel,
lehető. Ügyes tanítás, mert erre külön-külön minden magyar rájött, hogy először is fegyvere nincs. Megszervezni, hát hány Esze Tamás van a földön, mindig kevés. És hol van Rákóczi, akinek üzenni lehetett volna, hol volt akkor? Következésképp megtanították, hogy a nép forradalomra nem képes. Ez a marxista tanítás működik a mostani MSZP miniszterelnök jelölt, azt mondta, hogy a rádióban hallottam, Kossuth rádióban, hogy ez nem forradalom volt, hanem csak kormányválság, váltás. Ő is marxista képen képzeli el a forradalmat. De vannak békés forradalmak egyébként a történelemben. De hát ezt nem ismeri el. Marxizmus véres forradalmat és permanens forradalmat hirdetett és tanított, mást nem. Esztétikában, hogy jön a képzőmész példa, csináltam egy Széchenyi szobrot, emlékművet Miskolcra. Az öreg Széchenyit. Én azért választottam az öreg Széchenyit, tetszik nekem a fiatal is. Aki ilyen, van, vagy egy ilyen... Egy ilyen szószéken van. Pontosabban, igen. Most a kritika ellene az volt, hogy miért az öreg Széchenyi, miért nem lehet körbe-körbe látni. Na hát itt előjön Zsdanov, akinek Révai volt a tanítványa, hogy a szobornak árnyaltan üde optimizmust kell lehelnie. Így azután Munkácsiról Zsdanov maga azt mondta, hogy dicsérte benne Ivo Mastierstvo, a mesterségbeli tudást, Jubovsnarodu, a népje iránt szeretetét, és azután jött a marhasági Jubov optimizm. Hát Ivo optimizm, hát amennyire Munkácsi optimistának nevezhető, de ő jót akart mondani Munkácsiról, és nem tudta a jót másképp mondani. Vagyis bele akar szólni az ideológia a művészetek világába, és a művészi szabadságok. Az ideológia egy szűk koporsó, amiben bele, mind a Proklusz tesz ágyába, ha valami belefért, akkor jó, ha nem, akkor levágtak belőle. Hát Lenin is ebbe a csapdába esett, csak kicsit ravaszabbul, mint Zsdanov, mert azt mondta, hogy Petőfi a maga korának bolsevikje volt. Köszönjük. Mert hogy valami jót kellett mondani, letagadhatatlan Petőfi, akkor csak így tudja azt mondani, hogy jó. Na most akkor térjünk vissza, szűkítsük le a kört, és maradjunk a művészetnél, a művészeteknél. Azt szeretném megkérdezni, és most feltételezzük, hogy a művész teljes szabadsággal dolgozhat, hogy a művészek, szobrászok, festők, akár zeneszerzők, építészek, hogyan tudnak hatni a műveikkel, a témaválasztással, a formavilággal, a stílussal, a nemzettudat fejlődéséhez, a nemzettudat kialakításához a mai magyar társadalomban? Tudnak-e, és ha igen, tudnak. Hogyan? Csak a képzőművészet maga nehézkesebb, mint az irodalom. Régen volt ez a fogalom, hogy Biblia pauperum, a szegények bibliája. Tekintve, hogy a nép nagy része nem tudott olvasni, ezért képregényekben festették meg Jézus történetét. A Kálváriát külön és képsorozatban festették meg. Hogy a képről le tudja olvasni, hogy mi történt. Lám, ez a szép arcú ember, ezt verik, mit tudom, végén felfeszítik. Kiderült, hogy a Biblia pauperum nem igazán működik. Mert ma, ha egy képet egy ember elé teszünk, akinek a leginkább fotóműveltsége van, érti a képet, de megkérdezi, hogy mit akar a kép. És a kép szöveggel együtt, és így azután megszületik a képregény, igényli a szép képet szerető ember a hozzáfűzött szóbeli magyarázatot. Mondok egy példát, Párkányi Rab Péternek negyedikén Kaposváron felavatják a Trianon című szobrát. Rá kell írni, hogy Triadon,
mert különben mondjuk lesz belőle kőbe zárt fájdalom, valami szomorú. Azt is fogom javallani, ben voltam a zsűriében, hogy egy kocka posztament sem fog állni, ez egy nagy Magyarországot véssék bele, és a levágó darabokat, tehát a Trianonnak a földrajzi magyarázatot teszik be, mert úgy se tudják. Hát például a Trianonról, aki tud valamit, az csodálkozik azon, hogy az Ausztria is kapott Magyarországból. És ez volt a leggyalázatosabb, hogy azon a szakaszon figyelembe vették az etnikai viszonyokat, és máshol nem. Nagyon rövid ideig Sáros megye, meg azt odajándékozták Lengyelországnak, csak aztán Csehszlovákia lett belőle. Magyaroknak akkor az volt a baja, hogy itt tanácsköztársaság volt, és az óceánon túl az Egyesült Államok elnöke, egy szovjet típusú államberendezés, annak nincs erkölcsi bázisa, mindenki vigye belőle azt, amit akar. El is vitték az összes értékes részt. Furcsa, hogy ez a veszély régóta fenyeget a közvetlen szomszédság, amit aztán az első világháborúban elkereszteltek Kisantantnak. De Petőfi ír a Kisantantról, mert az, hogy ha nem születtem volna is magyarnak, néppel állanék ezennel én, mert elhagyott a legelhagyottabb minden nép közt a föld kerekén. És úgy folytatódik, te Rácz, te horvát, német, tót, olásság, meddig bántjátok a magyart? Török tatár ez ellen védett, a magyar kezében villogott a kard. Felsorolja Ausztriával együtt, mert az a német. Ha ne így magyar a németnek, az osztrákot jelentett. Felsorolja az egész Kisantantot körbe-körbe. És ez történt Trianonban. A Petőfi által megnevezettek. Tehát ez egy régi baj, ez az irigység. Nevezetesen most egy cseh tört politológ, publicist, hát valami, ne haragudj, nem akarlak megbántani, egy nehezen megfogalmazható fogalkozású ember, azt írja, hogy nagy igazságtalanság történt akkor, amikor megszületett a magyar nemzetállam. Mert a színmagyar részek, vagy a többségében magyarok által lakott részeket is levágta Trianon. Látszólag magyar barát nyilatkozat. Az első, amiben beleköt az ember, ha utána gondol, a magyar nemzetállam megszületése. A Szent Istváni állam rengeteg nemzetiségből állt, és Szent István azt mondta egészségesnek, és úgy 1000 évig működött is egész jól, hiszen nem lehetett agyonverni. A másik pedig az, hogy magyar többség, vagy pedig színmagyar lakosság, nem csak a etnikai levágás történt itt rosszul, hanem hát ott vannak a bányák, a művelhető földek, ahogy is hívja, a felvidékről, ezt mind úgy vágták le, hogy Trianonban tudom, hogy nem létező magyar falvakon is ment át az északi határ. Ezt a Vecseklő József könyvében a csillagos lobogó nyomában lehet olvasni, mert hogy Wilsonék hoztak határozatot Magyarországról, és ezért jogosan a magyar történet is benne van ebben a könyvben. Ezek így működtek mindig, hogy valahányszor ütődött, gyenge vezetése volt egy országnak, abban a pillanatban a szomszédok, akik bölcsen ismertek mindent, hát még a fel nem tárt bányákról is tudták, hogy hol van. Mindent levágtak Magyarországról, mert értékes. A magyar lakta, vagy többségében magyar lakta részek pedig jó termőföldek. Hát azért az is kell nekik, mert csak hegyekből nem lehet megélni. Hát a Nepál is miért ilyen érdekes, vagy én nem tudom, Tibet, mert ott rengeteg víz van alatt, hát az kell a kínaiaknak. Hát az egyik, az Indus folyó, szem le se ér a óceánig. Hát elhasználják közben. Persze, hogy kell nekik Tibet. Az ember arra gondol, hogy egy ilyen nagy országnak ez a pici minek kell. Ezért. Most Trianonban ez is működött. Működött rendesen, hogy ami értékes, azt szedjük, szét, vigyük el. Nagyon szép könyve van Nemeskürti Istvánnak, hogy mi történt velünk. Hogy valahányszor baj van, rossz a kormányunk. Szerintem valahányszor rossz a kormányunk, baj lesz.
Hát ez, az irigység, ez megvan. És a másik pedig, hogy ez a nemzetállam, mint találmány, hát akkor mi lenne az Egyesült Államokkal? Hát ők amerikai nemzetnek tartanak. Jó, magukat, de az öcsém elég sokáig élt kinn, és ott a Új-Mexikó, meg ezen a részen spanyolul beszélnek, nem tudnak angolul rendesen. Ez egyébként... És volt egy ilyen kérvényük, hogy a képviselőjéknek adták be, hogy legyen kétnyelvű a felirat. Spanyolul is legyen, meg angolul is. És a képviselő azért, ez így már eléggé amerikai történet, azt felelte nekik, hogyha Jézus Krisztusnak jó volt az angol, akkor nektek is jó. Tehát mi lenne akkor, ha ott nemzetállamokra akarna bomlani? Mert az, hogy Chinatown, meg Little Italy, ilyenek részletek vannak, ezek kerületek New Yorkban, teljesen, hát rosszul írják fel az angol szavakat a kínaiak. De ez is szét tudna hullani. De most mi Európában tulajdonképpen a régiók Európáját szeretnénk fölépíteni. Ezzel nem mindenki ért egyet, főleg az új államok nem, a legújabban létrejött államok legkevésbé, de azért a központi gondolat az, hogy régiók vannak, és Magyarországnak ez különösen fontos, hogy itt a magyar lakta területek a határokon átívelő régiók legyenek összefüggő hát területben. Baj van a régiókor, hát a Kárpát-medence, ahogy az ember föntről nézi, az egy régió. Egy régió, igen. Jó, hát de egy régión belül lehetnek kisebb régiók is. Hogyne, nekem is van például hálószobám, sőt, fürdőszoba meg klozet is van, nem ennyire picike, nem ennyire atomizáltó. Kicsit térjünk vissza a művészetre. Ha megen, hát ez mindaz. Igen. Ez mindaz, ez mind annak az indulata. És a téma választása téma mennyire nagyon befolyásolja fontos. Egy téma nagyon fontos, amiben rendesen szentül hinni kell. Végignézzük Melokó Miklós műveit, ugye a köztéri alkotásait, akkor mindig tudjuk, hogy miről szól, de el tudunk a részletekbe merülni és gyönyörködni. Hát ezt köszönöm szépen, de ilyen Trianon hangulatú gondolat most is foglalkoztat az évforduló, persze. De az se véletlen, hogy a Városmajori Iskola Kós Károly emlékművet rendel. És az ember ilyen munkát kap, akkor először is beleszeret ebbe a gyönyörű arcba. Ugye azt írja Kányádi, hogy barázdált orcádról az idő aláfoly, mint a megolvadt hó a vén maguráról. Mostanában Kós Károlyt olvasok. A szépség és a jóság is hódító erejű. Rendeltek tőlem, ebből majdnem biztos, hogy lesz munka, gyermekre egy emlékműszerű szobrot, nincs sok pénzük, dombormű szerintem az jó. A tanításról. Hát ezen a képen, ha már Kós Károlyt olvasok, és nézem a rajzait, meg nézem az arcát, hát akkor ezen a képen az öreg Kós Károly tanítja az én 15 éves fiamat. Akkor nyilván elkezdik kérdezni, hogy ki ez a Kós Károly, mi ez a Kós Károly. Az emlékművön építészeti résszel föl is idézem, mert Kós Károly mégsem üldögélhet a Városmajorban, mint egy hajléktalan, esetleg csúfolódásképpen egy esernyőt föléje tartani, de egy Kós Károlyos épület szobra védheti az eső elől. És akkor jogosan rajzol, tervez vagy ír. És abban a pillanatban, amit az előbb mondtam, hogy a Biblia Pauperum most megváltozott, és szöveg és kép együtt kell, van hely erre az emlékművön, van hely, hogy hova írják föl, hogy ki volt Kós Károly. Itt fogalmazódik a következő kérdés, hogy milyen az együttműködés, a kapcsolat a Kárpát-medence teljes egészében a magyar művészek, a magyar alkotók között. Ugye arról beszélünk, és ez a kultúrpolitikának, amely most a kormányváltás után beindul, egy fontos eleme lesz, hogy nemzeti intézményeket hozni létre a kulturális szférában is, tehát határokon átívelő nemzeti intézmények. Milyen most a kapcsolatrendszer? Voltak éppen jó, és hogy mondjam, még erős is, csak hát van sorrend is.
Az építészet megelőzi a szobrászatot, ha csak az építész nem tételez föl szobrot. Mert a hajlék arra a létminimum szintjén is szükség van. Szobor kicsit később jön, ráér. De nyugodtan beszélek erről, hogy mert meg kell nézni, hogy Dunaszerdahelynek milyen volt a központja és milyen most. Hát azt Makovec Imre és irodája tervezte át, attól szép. Templomokat is épít, Erdélybe és Felvidékre és mindenüvé. Már többet épít határon túli területeken, mint a mai Magyarországon. Mert az nagyobb. Mert az nagyobb. Igen, hát kétszer. Mert az nagyobb, és még egy, működik azért ebben a bizonyos egyszerűsített dologban, a közmondásban, hogy teher alatt nő a pálma, valami működik, az egységessé válás, egységes gondolkodás nehéz körülmények közt összetereli a körülbelül egyformán gondolkodó embereket, ezért ott erőszakosabb, erősebb az igény. Ezért van az, amellett hát az a nagyobbik rész. Amit szoktak mondani, hogy Budapesten nincs Makovecnek épülete, hát ez Budapest vesztesége. Valószínűleg lelke mélyén Makovec Imre is nyilván nem vereségnek érzi, de ha visszanéz az elmúlt évekre, akkor ha elszámol magának az idővel, akkor rájön arra, hogy nagyon nem is ért rá. Ben voltam egy bíráló bizottságban, amit templom tervezés volt, ott Budán a Apor Vilmos tér mellett gyönyörű templomot tervezett oda Makovec. Az nyerte meg. Furcsa, mert lehet, hogy tőle rendelték meg, és aztán berángattak más építészeket is, csak így magyarázhatom meg, hogy jó építészek, barátaim, elképesztően silány terveket adtak be. Szóba se jött a többi. Különben is azt képzelem, hogy Makovec Imrével nehéz versenyezni, de itt nem erről volt szó, hanem hogy a 100 méteres síkfutó világcsúcsot fut, és az ellenfelei el se indulnak. Nem éppen, ez azért, hogy feladták eleve, ugye ezt az olyan semmiségeket, olyan elbírálhatatlanul kevés dolgot adtak be, hogy szóba se jöttek. Hát még szívesen folytatnám a beszélgetést, kedves Makovec Imre, bocsánat. Nem baj, kedves, többször előfordul, vállalom. Kedves Belokó Miklós, köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok alkotó munkádhoz sok erőt, egészséget és további sikereket. Köszönöm Makovec Imrével együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves nézőink, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, várom önöket mához két hétre is. Ellenes összeesküvés rémképe sejlik fel,
Én azt mondom, hogy Bolgár György joggal számított egy ellencikre, mert hogyha bármelyik amerikai filmre ő beül a moziba, hadd nem mondjam, hogy milyen következtetés vonok le én ebből, hogyha Hollywoodban készítették ezt a filmet nagy költségberuházásra. Tehát ez teljesen beteg gondolat. Hát, könyörgöm, ott nem csak fideszes politikusok, hanem politológusok, meg jobbikos politikusok bukantak fel. A szegény Bolgár úr figyelmébe ajánlani. Bolgár úr figyelmébe ajánlom, ha beütje a YouTube-ra, hogy Biszkú filmvetítése, ki fog jönni előbb-utóbb egy kis filmecske, azt tekintse meg. Az első, de lehet, hogy a második, aki a vetítésről kijön a tömeg sorfala között, azt úgy hívják, hogy Őrsi Mátyás. Most akkor Bolgárkám, arról is kell írjál valamit, hogy miért mentek oda, az egyébként hát, ezekkel a volt komcsikkal, nyolc évig koalícióban lévő volt szadeszos mit keresett. Egyébként az utolsó kérdésére válaszolva, az igazad van. Az utolsó kérdésére válaszolva a Bolgár úrnak, maguk az alkotók hívják magukat komcsivadásznak. De egyébként teljesen igaz. Úgyhogy igen.